magyar súlyemelők az idei nemzetközi versenyeken szépen szerepeltek. Moszkvában, Londonban, Münchenben, a bécsi Európa és világbajnokságon több értékes helyezést szereztek, és a szovjetek Európában a második helyre kerültek. Válogatottjaink 1961-ben 250 súlyemelő edzésnapot tartottak. Egy-egy edzés alkalmával 8 tonnát is a magasba emeltek. Így készültek a novemberi világcsúcsjavító kísérletre. A légsúlyú nyomásban a tatabányai Földi Imre 115 kg-mal próbálkozik. Az első két kísérletre nem sikerül a gyakorlat. Harmadszorra sikerülnie kell. Ezt mutatja a gondos előkészület. És sikerül is! 20 év után ismét magyar súlyemelő világcsúcs született. Veres Győző, a bécsi világbajnokság második helyezettje, a verseny napján 5 kilót fogyasztott, hogy a váltósúlyban indulhasson. A súly 142,5 kg. Meglepőséggel emeli feje fölé testsúlyának kétszeresét. Sőt, fél órával később még ezt a csúcsot is megjavítja, az új világcsúcs 146 kg. Két nap alatt 24 ország legerősebb emberei küzdöttek a bajnoki címekért a budapesti súlyemelő világ és Európa bajnokságon. A hét súlycsoport közül az elsőben legfeljebb 56 kg lehet a testsúly. A kanadai Salter lépett először dobogóra. Az ő nyomás gyakorlatával kezdődött a világbajnoki verseny. A küzdelem kezdetén ismerkedjünk meg az emelés legfontosabb szabályaival. A nyomás két ütemű gyakorlat. A versenyző a súlyt két kézzel felveszi, egyetlen mozdulattal a mellére helyezi, és mozdulatlan helyzetben várja a vezetőbíró jelét. Ekkor a súlyt megállás nélkül folyamatosan a feje fölé nyomja. Gyakorlat közben a lábfej nem mozdulhat el, a térd is teljesen feszes. A súlyt nyújtott karokkal egy másodpercig mozdulatlanul kell tartani, csak a bíró jelzésére lehet leengedni. Három fehér lámpa gyullad ki, ha a gyakorlat jó. A szakítás elsősorban technikai gyakorlat. A gyors lendület miatt ekkor legnehezebb a súlyt fenntartani. A versenyző széles fogással markolja meg a rudat, és a súlyt egy mozdulattal, nyújtott karokkal emeli feje fölé. Minden fogásnemben háromszor tehet kísérletet a versenyző. A lökés két ütemű gyakorlat. A versenyző egy mozdulattal mellére veszi a súlyt, majd térdbehajlítással és kitámasztással a feje fölé löki. A gyakorlat végén nyújtott karokkal kell megállni. A nyomás, a szakítás, a lökés együttesen adja az összeredményt. 352,5 kg-os új világcsúccsal a légsúlyban a japán Miyake nyerte az első aranyérmet. Mögötte a magyar Földi a második, s egyben az Európa bajnok. A harmadik helyen Nagy Róbert végzett. Fehelysúlyban emelkedik a testsúly egészen 60 kg-ig. Ebben a csoportban az olimpiai bajnok Minaev nagy nyomóerejű versenyző. Egyenletes teljesítménnyel biztosan nyerte a világbajnokságot. Még ifjúsági korban van, de már a legjobbaknak is veszélyes ellenfele a román Fici. 350 kg-os teljesítménye új ifjúsági világcsúcs. Oh!
Fantasztikus versenyt hozott a könnyű súly. A tapasztalt Zilinszky, a három év előtti pehelysúlyú világbajnok, lengyel harapófogóba igyekszik zárni társával, a testnevelés tudományok újdonsült doktorával, Vasanovskival világbajnoki aranyérmét. A múlt évi világbajnok most is kitűnő formában van, szakításban ő a legjobb. A szovjet Kaplunov ellen azonban mindez kevés. Élete első nagy nemzetközi versenyén a 29 éves szovjet bajnok 415 kg-os új világcsúccsal győz. Kaplunov egyszerre két aranyérmet is nyert. Ő egy személyben a világ és Európa bajnok. A váltósúlyban mindenki biztosra vette. Csak az olimpiai bajnok szovjet Kurinov nyerheti az aranyérmet, hiszen negyed mázsával jobb az eredménye, mint vetélytársainak. De mint a többi sportban, úgy a súlyemelésben sem lehet biztosra menni. Puszka Mihály például erősen megszorította nagynevű ellenfelét. Az oroszlányi bányászfiú erejét megszoktorozta, hogy tudta, barátok sokat várnak tőle. És nem is csalódott benne egyetlen magyar sportrajongó sem. Súlycsoportjában a második legerősebb a világon. A szakemberek véleménye szerint a budapesti világbajnokság színvonala felülmúlta az eddigieket. Hozzájárult ehhez, hogy sok ifjú tehetség tűnt fel köztük a 17 éves lengyel Pietrusek, aki két ifjúsági világcsúcsot állított fel. A világ 120 legerősebb embere között ő volt a legfiatalabb. És a dél-afrikai Azaro pedig a legöregebb, 43 éves. Ő még soha nem szerepelt a sportlapok első oldalán. Őt is, akárcsak sok társát, legyőzi az erejét meghaladó súly. Azon a estén, amikor a középsúlyban Veres Győző dobogóra lépett, a magyar sportközvélemény érdeklődése a sportcsarnok felé fordult. Veres éppen harmadik nyomás gyakorlatát végzi. Magasba lendül a 155 kiló súly. A három bíró közül kettő nemet mond a gyakorlatra. Elszabadul a vihar, amikor tanácskozásra ül össze az űrik. Aztán megszületik a döntés, a gyakorlat jó, Veres 5 kiló előnyre teszel a nyomás után. Szenvedély, elszántság, gyűlölet ül ezen az arcon. A finn Kaila Järvi szinte neki ront a súlynak, hogy széttépje, szétborzsolja, de aztán mégsem ezt teszi, hanem a szakításban 116,5 kilós új világcsúcsot állít fel. A szabály előírja, hogy világcsúcs esetén az utánmérést azonnal el kell végezni. Tóth Géza a dobogón. Aki ezt a nyomás gyakorlatát látja, szinte el se hinné, hogy ebben az évben 6 hónapig betegeskedett. Íme a bizonyíték, a sport, az akaraterő, a szorgalom, mire teszi képessé az ember. Tomi Kono arcán végtelen áhizat ül. Ez a havai származású amerikai versenyző a súlyemelés történetének egyik kimagasló tudású mestere. 6-szor nyert világbajnokságot és 2-szer olimpiai aranyérmet. Nagyszerű taktikus, elhitette, ő csak nézni jött a budapesti versenyt. Aztán megjelent a dobogón úgy, mint aki ismét győzni akar. Az elszántság tükröződik Veres Győző arcán. 10 éve készült, hogy egyszer majd ő lesz a világbajnok. Most eljött a nagy pillanat, a súly 175 kiló. Ha ez a lökés gyakorlat sikerül, megelőzi a nagy vetélytársat, Tomi Kónót. Néma csend a sportcsarnokban. Aztán a felszabadult győzelmi öröm, a magyar súlyemelő sport történetében először világbajnokot avat. Veres Győző eredménye igazolta azokat, akik bíztak benne. A világbajnoki emelvény legmagasabb fokán fogadja a második helyezett Kono és a harmadik Tóth Géza gratulációját. Fél nehéz súlyban már 90 kiló a versenyző testsúlyának felső határa. A lengyel Palinszky a nagy esélyesek közé tartozik. Ő a súlyemelés teoretikusa is. Ez a felvétel varsói sportiskolájában készült róla és tanítványairól. Palinszky nagy sikerekkel büszkélkedhet. 1960-ban Rómában olimpiai bajnokságot, 1961-ben Bécsben világbajnokságot nyert. Így hát nem csoda, hogy a lengyelek számítottak újabb aranyérmére. Ezúttal azonban korán sem versenyzett olyan biztosan, mint ahogy várták tőle. Nagy ellenfele, a csokoládé barna néger fiú, az angol színekben versenyző Martin szinte mérnöki pontossággal állapítja meg a kéztávolságot. Azonban ezúttal nem sikerült. De Palinszky sem jár jobban. Martin harmadik lökés kísérletére készül. A
A súly 185 kg. Ha ezt kilöki, az összetettben új világcsúcsa győz. A gyakorlat jó. 3 év után Martin újra világbajnok. A világbajnokság utolsó napján vagyunk most már ismét a kis stadionban. 90 kg-on felüli versenyzők indulhatnak a nehézsúlyban, de a 14 tagú mezőnyben nem akad egyetlen induló sem, aki 100 kilón alul lenne. Még Ibrahim a legkönnyebb a maga 105 kilójával. Ő háromszor javított Egyesült Arab Köztársaság csúcsot, és háromszor perdült boldog táncra honfitársa, ez az egyiptomi újságíró. Edje Magyarország következik. Aki 482,5 kg-mal új országos csúcsot ért el. Tomi Kono új szerepkörben. Gary Gubner készíti elő a nehézsúlyúak versenyére. A 19 éves Gubner a jövő nagy súlyemelője. Nevét jó ismeri a sportvilág, hiszen ő a fedett pályás súlylökés világcsúcs tartója. A tokiói olimpián a súlylökés mellett a súlyemelésben is indulni akar, de ő már Budapesten is be akar törni az élvonalba, sikerrel. Összeredménye csak 2,5 kilóval maradt el az 5 mázsától, és teljesítménye új ifjúsági világcsúcs. Honfitársa az Old Boy Szymanski már 40 éves, de talán még soha nem volt ilyen ragyogó formában. És amire senki sem számított, az első két fogás nem után biztosan vezet a világ legerősebb embere, Jurij Vlasov elő. A szakítás után már-már úgy látszik, hogy előnye behozhatatlan, és 8 év után ismét ő lesz a nehézsúlyú világbajnok. Vlasov közben az edzőteremben gyakorol. 2 percenként emelgeti, játszik könnyedséggel a súlyokat. A közbeiktatott szünetekben az orvos ellenőrzi szívműködését. Ismét Szymanskit látjuk a dobogón. Neki ez már az utolsó gyakorlata. Sikerült a 195 kg kilökése. Lassa! Szovjetunió! 200 kg! Ezzel a súlyjal még soha nem kezdtek lökés gyakorlatot világversenyen. Csak a szovjet Jurij Vlasov mert vállalkozni erre. Gyakorlatja. És néhány perc múlva újra a küzdőtérre lépett, hogy pillanatok alatt megsemmisítse Szymanski világbajnoki reményeit. 207,5 kg-os lökés teljesítményével nem csak behozta, hanem túl is szárnyalta nagy vetélytársa eredményét, és ismét bebizonyította, hogy ő a világ legerősebb embere. Amerikai versenytársai a második és harmadik helyet szerezték meg. Vlasov mellé az Európa-bajnoki dobogón a második helyre Ecser Károly lépett. A felejthetetlenül izgalmas budapesti napok után a súlyemelők így búcsúztak egymástól, viszontlátásra jövőre Prágában. Városaink közül Szombathelyen rendeztek első ízben nemzetközi súlyemelő versenyt. Szombathelyi versenyző Tóth Géza is a sokszoros magyar bajnok és csúcstartó, s a hazai közönség előtt öccse György is egyre nehezebb súlyokat emelget. A tatabányai Ecser országos csúcsot javított a nehéz súlyú nyomásban, és elegánsan emeli magasba a 145 kg-os súlyzót a szovjet Sztyepánov is. Néhány versenyző erejét most még meghaladja a súly felemelése, de ha most még nem is, majd legközelebb sikerül. A versenyen kimagasló eredmények születtek. 115 kg-os szakítással Bagócs új ifjúsági világcsúcsot ért el a könnyű súlyban. Nemessányi Árpád a félnehéz súlyú lökésben 177,5 kg-ra javította saját ifjúsági világcsúcsát. Kétszeres világbajnokunk, az év legjobb magyar sportolója Beres Győző ismét túlszárnyalt a legjobb eredményét. A középsúlyú lökésben 187,5 kg az új világcsúcs, mely az utánmérés szerint is hitelesíthető. Föld Imre 115 kilós nyomása csupán a kezdet. Az eredmény első ezüstérmű. Belépőjegyek.
Egy-egy versenyre a legolcsóbb jegy is 50 forintnak megfelelő összegbe került, de volt olyan mérkőzés, amelyre csak 800 forintos jeggyel léphetett be a néző. A Shibuya Public Hall-ba szóló jeggyel tekintjük most meg a súlyemelő küzdelmét. A váltósúlyban Huszka Mihály képviselte színeinket. A nyomásban sikerült a 135 kg. A lökésben viszont nem bírt a 165 kg-mal, s így az összetettben hatodik lett. Veres Győző a középsúlyban kétszer nyert világbajnokságot. Az olimpia évében viszont végig sérüléssel bajlódott. 4 éve Rómában ott állt az emelvényen, és Tókióban is bronzérmet nyert. Tóth Géza 1964-ben Európa-bajnokságot nyert, és az olimpián ezüstérmet szerzett. Ecser Károly a háromfogásból álló összetetben 507,5 kg-mal új országos csúcsot ért el. Az utolsó hazai verseny a magyar bajnokság volt. Már az első fogás nem a nyomás világra szóló eredményt hozott. Föld Imre 122,5 kg-ot ért el. Utánméréskor testsúlya is megfelelt súlycsoportjának, a súly pedig még 1 kg-mal több is, 123,5 kg volt. Ez ebben a súlycsoportban új világcsúcs. Bajnokunk a szakításban, amely nem csak erőt, hanem gyors reflexet és egyensúlyozást is kíván, sikeresen emelte a 105 kg-ot. Höldi Imre az összetetben is világcsúcsot akart javítani, de egyik lökés gyakorlata sem sikerült, így még magyar bajnokságot sem nyert. Kétszeres világbajnokunk Veres Győző először biztosan nyomta ki a 150 kg-ot. Megpróbálkozott a 161,5 kg-mal is, amely fél kg-mal több saját világcsúcsánál, de nyomása nem volt folyamatos, és így a kísérletből nem lett világcsúcs. A félnehézsúlyban Tóth Géza könnyen szakította ki a 140 kg-ot, és biztosan nyerte súlycsoportja országos bajnokságát. Újabb tárcsa kerül a rúdra, a súly 185 kg. Ecser Károly lökés gyakorlata jó, és a háromfogás nemben 500 kg-os teljesítménnyel nyerte a magyar bajnokságot. Itt pedig már lógnak a szeren, azaz a bordásfalon. Legjobb súlyemelőink az országos bajnokság befejezése után megkezdték a felkészülést a berlini Európa és világbajnokságra. Föld Imre a legnehezebb fogásnemet, az együttemi szakítás gyakorolja 80 kg-os súlyzóval. Horváth József edző Nagy Róbert karfeszítését igazítja. A légsúlyú magyar bajnok most a szakítást gyakorolja. Ha ebben a fogásnemben Ecser Károly is javítani tud, akkor szép eredményt érhet el a világbajnokságon. Az erős emberek edzés munkája nem csak roppant súlyok emeléséből áll, a ruganyosság, a ritmus gyorsaság fejlesztése is a felkészülés fontos része. Az állóképesség fokozására pedig jó eszköz, kinek a futás, kinek a kerékpár, ez a súlyemelő tréning magyar módra. Tóth Géza éppen 10 esztendeje volt először válogatott. Azóta a nevét Európa és világszerte ismerik. Győzelmeinek számát maga sem tudja. Amikor egy-egy versenyre készül, naponta 5-6 tonnát is felemel. Most éppen 170 kg-mal ugrándozik. Ő mesélte, hogy 10 éves korában osztálytársai között ő volt a legvékonyabb, és azóta 24 év telt el. Az idei berlini világ és Európa bajnokságon a félnehéz súlyúak mezőnyében indult. Utolsó gyakorlata a lökésben a 187,5 kg. A gyakorlat jó. Sok esztendő sportmunkájára tette fel a legnagyobb koronát. Tóth Géza világ és Európa bajnok lett, újabb dicsőséget szerezve a magyar súlyemelésnek. Világbajnokunk szűkebb hazájában Szombathelyen a legismertebb ember.
Naponta kerékpárral jár munkahelyére, mert ez is edzés. Hosszú kilométereken át ilyen utakon kerekezik az új szombathelyi Szavária gimnáziumhoz, mert Tóth Géza testnevelő tanár itt. A világ egyik legerősebb embere a könnyed, kecses, szép mozgásra neveli növendékeit. Gondot fordít a ruganyosság fejlesztésére is. Ő maga is részt vesz tanítványai különböző atlétikai foglalkozásain. A világbajnok egyben a szombathelyi haladás edzője is. A csapat ott van a legjobb magyar első osztályú együttesek versenyében. Tanítványai között számos utánpótlás és ifjúsági válogatott emeli a súlyokat. Világbajnoki győzelme után 100 távirat köszöntötte az ország minden részéből. Tízesztendő alatt a díjak sokaságát nyerte. Gyakran van távol a családtól, de amikor otthon van, ő is tanítgatja nagyobbik lányát, a 7 esztendős Ágnest. De a család szemefénye a 6 hónapos Orsolya. Meg is látszik, hogy súlyemelő a papa. Szombathely nevezetes esemény színhelye. Itt rendezik a súlyemelő Európa-bajnokságot. A város művelődési és sportpalotájában a résztvevő országok felvonulásával kezdődött meg az eddigi legnépesebb Európa-bajnokság. 21 országból jöttek el Európa legerősebb emberei. És megkezdődött a verseny. A legkönnyebbek, a lepkesúlyúak közt az egyik legjobb a szovjet Szmetakin, a szakítás világcsúcs tartója. A versenyben a 3. helyen végzett. Ez a lökés gyakorlata biztosította számára az Európa-bajnoki bronzérmet. A magyar holcrejter várakozáson felül szerepelt. 2 szám után még a 3. helyen állt, de 125 kg-os lökés gyakorlatával, új országos csúccsal az összetettben megszerezte az ezüstérmet. Annyira igyekezett, hogy a gyakorlat végén görcsöt kapott és ölben vitték le a dobogóról. A lepkesúly legjobbja, a világcsúcs tartó Kriscsisin kirobbanó erőben érkezett Szombathelyre. A 130 kg-os súllyal sikeresen birkózott, és az összetettben saját világcsúcsát megjavítva 340 kg-os kiváló eredménnyel nyert Európa-bajnokságot. Egy nappal később a légsúlyúak versenyén a magyar csapat legesélyesebbje Földi Imre küzdött Európa legjobbjaival. ...127,5 kg-os nyomás gyakorlatával, amely eddigi legjobbja, beállítja az Európa csúcsot, és ezzel nagy előnyt szerez vetélytársai előtt. A lengyel Novák, az elmúlt évi Európa-bajnok a nagy taktikusok közé tartozik. 142,5 kg-ot tart markában, a lökésben ő a legjobb. De már nem előzheti meg Földit, aki 140 kg-ot új országos csúcsot ér el. Ezzel összteljesítménye 2,5 kg-mal jobb a régi világcsúcsnál. 372,5 kg-os összteljesítménnyel lép fel az Európa-bajnoki dobogó legfelső fokára. Bolgár Kucsev, remegnek az izmok, feszülnek a karok. A behelysúlyú nyomásban a szombathelyi Európa-bajnokságon új világcsúcs születik. 132,5 kg. A gyakorlat jó. A váltósúlyban a magyar Szarvas Gábor szakítása, ami új magyar csúcs lenne, az utolsó pillanatokban nem sikerül. Saját testsúlyának 2,5-szeresét löki feje fölé, és ebben a fogásnemben Európa-bajnokságot nyert. Az összetettben, várakozáson felül ezüstérmes lesz. Wettenburg, a svéd oroszlán, a középsúlyú nyomás világcsúcs tartója. A súly 167,5 kg. És hogy most mire gondol, arra jobb nem gondolni. A magyar csapat újonca a csepeli Horváth György. És az Európa-bajnokságon a kis horvát ezüstérmes lesz. A dobogó most a szovjet Kolotov, a középsúlyú lökésben sikerül a 201 kiló. Így kell ezt csinálni. Tóth Géza, a 38 éves szombathelyi testnevelő tanár élete legjobb összteljesítményével 500 kilóval rukkolt ki a hazai közönség előtt. A fél nehézsúlyban a győzelmet a finnek olimpiai bajnoka Kárlo Kangasniemi szerezte meg.
A tatabányai Hanslik János minden fogásnemben túlszárnyalta eddigi eredményeit. A lökésben és az összetettben is új országos csúccsal lett első, ám a sikerült utolsó gyakorlatnál combgörcsöt kapott. A nehézsúly Európa-bajnoka, a szovjet Jan Tálc, Szombathelyen lökött először 215 kilót, és ez új világcsúcs. A dobogón a szovjet Alexejev 219 kilogrammot emel a vállához, és ezt a roppant súlyt még egy kicsit táncoltatja is. Majd egy erőteljes indítás, és ez új világcsúcs az ólomsúlyú nyomásban. Az utolsó fogás nem az ólomsúlyú lökés következik. A súlymennyiség 225 kiló. Az első ütem, a felemelés sikerült. A második ütem, az indításos kilökés szintén nagyszerű. Ezzel Alexejev szédületes új világcsúccsal 612,5 kg-os teljesítménnyel nyert aranyérmet. Végül a kőszegi Jurisics várban lovaggá avatják a Nemzetközi Szövetség főtitkárát, Oscar Statet, majd a világ legkisebb súlyemelő világcsúcs tartója Krisiscsin kapja meg a bársonypalástot. A legeredményesebb magyar súlyemelő Földi Imre is megkapja a lovagi címet, és Kőszegváros lovagja lett a világ legerősebb embere, Vasilij Alexejev is. Mert dr. Csanádi Árpád, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja adja át. A súlyemelés ma már valamennyi sportág legfontosabb kiegészítő sportja. Izomerő nélkül nincs tartós eredmény. Az izomerő fokozása a legtöbb sportágban a kimagasló eredmények alapja. Neves sportolók felismerték az izomerő növelésének fontosságát, és erejük fokozására az alapozás időszakában súlyt emelnek. Ehhez éppen a súlyemelő versenyzők adták a példát, akik hónapról hónapra, évről évre szenzációs eredményeket érnek el. A magyar súlyemelés az elmúlt évek során az egyik legeredményesebb sportág lett. Országos és világcsúcsok, Európa és világbajnokságok, értékes helyezések fémjelzik a magyar versenyzők szorgalmas, céltudatos munkáját. Az akarat, a szorgalom, a tehetséggel párosult tudás, a korszerű edzésrendszer kimagasló teljesítményeket eredményezett. Súlyemelőinket az egész világon ismerik. A sikerekért sokat tettek súlyemelőink, amíg győztesek lehettek, amíg eredményeik elérték a világszínvonalat. Legjobbjaink titkaiba vezetjük be a súlyemelő sport iránt érdeklődőket, a fiatalokat, akik most kezdik, hogy majd a nagyok nyomaiban haladjanak.
és mindebből talán a közönség is megismeri a világhírű magyar súlyemelők eredményeinek titkát. A súlyemelő verseny küzdőtere a dobogó. A 4x4 méteres egyenletes felületű dobogó fából készül. A súlyemelő sporteszköze a súlyzó. Rúdja 220 cm hosszú, fogható szélessége 120 cm. Átmérője 28 mm, két végén acélhüvely, amelyben a rúd forog. Erre helyezik a tárcsákat. A tárcsák különböző nagyságú és súlyú korongok 1 kg 25 dekától 20 kg-ig. A legnagyobb tárcsa átmérője 45 cm. Ez egyben megadja a rúd dobogó felszínétől számított magasságát. A szorítók biztosítják, hogy a rúd végéről gyakorlat közben ne csusszanak le a tárcsák. Alapvető követelmény, hogy a rúd ne görbüljön meg, és a súly pontos legyen. A versenyeket 7 súlycsoportban rendezik, testsúly szerint az alábbi beosztásban. A súlyemelő verseny nyomásgyakorlattal kezdődik. Ennél a gyakorlatnál a versenyző a súlyt két kézzel megragadja, egyetlen mozdulattal a mellére helyezi, és mozdulatlan helyzetben várja a bíró tapsjelét. Ekkor a súlyt folyamatosan a feje fölé nyomja. A súlyt egy másodpercig mozdulatlanul kell tartani, csak a bíró jelzésére lehet leengedni. Nyomás gyakorlat közben a versenyző a talajról sem a talpát, sem pedig a sarkát fel nem emelheti. A térd is teljesen feszes. Három fehér lámpa gyullad ki, ha a gyakorlat jó. Szabálytalan a gyakorlat, ha a versenyző túlságosan hátrahajlik. Ha kimozdul az alapállásból. Ha törzsével elfordul. A lábbal lökéssel segíti a nyomást. Ha indítás előtt lekapja a súlyt. Ha nyomása nem folyamatos. Ha egyik karja lemarad a nyomásban. A nyomásban elérhető teljesítmény nagyságát növelik a különböző kiegészítő gyakorlatok. Ezek közül leghatásosabb a ferdepadon végzett nyomás. Eredményes kiegészítő gyakorlat még a támaszból való tolózkodás, kézállásban karhajlítás, svédszekrény segítségével. Más irányú izom igénybevételnek van kitéve a súlyemelő a második versenyszám a szakítás végrehajtása közben. Ebben a fogásnemben a súlyt egy mozdulattal, nyújtott karokkal kell fejfölé emelni. Itt a teljesítmény nagysága főként a derék, a hát és a lábizomzat erejétől függ. Kétféle szakítás ismeretes, az ollózó és a beülő. Rossz a szakítás, ha a térd dobogót érint. Ha a gyakorlatot a versenyző nyomással fejezi be. A kiegészítő gyakorlatok a szakítás részeire bontott mozdulatai. A helyből szakítás. A súlyzó kulcsont magasságig való felrántása széles fogással. Törzs döntögetés súlyzóval. Válkörzés rúddal, ollóban rugózás,
versenyzők között az ollózó szakítás elterjedtebb. Mert a beüléssel végrehajtott szakításhoz a test különleges részarányai és rendkívül laza ízületek szükségesek. Harmadik versenyszám a lökés, a legnagyobb erőkifejtést igénylő gyakorlat. Két fő mozzanatból áll, a súlyzó mellrevételéből és a súlyzó kilökéséből. A súlyzó mellrevétele kétféle lehet, ollózva és beülve. A kilökés viszont mindkettőnél egyforma. Rossz a lökés, ha beülésnél a könyök a combra támaszkodik. Ha a kilökést megelőzően a versenyző duplán rugózik. Ha a versenyző térde a dobogót éri. A kiegészítő gyakorlatok elsősorban a láb, a derék izomzatát fejlesztik. Az ollózó felvételhez eredményes gyakorlat a szakításnál már említett ollóban való rugózás. A derék izomzatot fejleszti a súlyzó felhúzása és az övtől való felvétel. A beülő felvétel kiegészítője még a súlyzóval guggolás vállon vagy mellen. Továbbá a súlyzó vállmagasságig való felrántása. Most lássuk együtt a három versenygyakorlatot. Minden fogásnemben háromszor tehet kísérletet a versenyző. A három gyakorlat együtt adja az összetett teljesítményt. Valamennyi gyakorlat szabálytalan, ha a versenyző nem maga előtt, hanem teste mögött ejti le a súlyt. És most azt is láthatjuk, hogy a fizikai és akaraterő maximális együttállása esetén is sokszor így drámaian érezhető az emberi teljesítő képesség határa. Ezért is lényeges az edzés adagok pontos meghatározása. Az edzés nem cél, csak eszköz. A terhelés foka soha nem lehet oly mérvű, hogy a szervezet teljes elfáradásához vezessen. A súlyzó nélkül végzett kiegészítő gyakorlatok a nem eléggé foglalkoztatott kisebb izmok fejlesztését, valamint a gyorsaság, robbanékonyság, ruganyosság, lazaság megszerzését és megtartását segítik. Ügyesek a mi súlyemelőink. Az 58 kg testsúlyú Földi Imre könnyedén ugrál a 130 kilós Ecser Károllyal. Ecser Károly pedig egyszerre 300 kg-ot tart vállai.
A magyar súlyemelők eredményeinek titkait kerestük. Titok? Nem. Szorgalom, akarat, törekvés az egyre jobb eredmények elérésére. Amit tudnak, ők maguk értékel. Ezért lettek híres sportemberek, a súlyemelés kimagasló tudású mesterei. A legerősebbek ők, napjaink herkulesei. A hazai és nemzetközi súlyemelő sport egyre nagyobb eredményeket ér el. Hadd mutassuk be most a sportág legeredményesebb versenyzőit, az utóbbi esztendők világhírű súlyemelői. A japán Miyake ilyen szertartásosan készül gyakorlatának végrehajtására. Miyake kétszeres világbajnok, többszörös világcsúcstartó a lég- és pehelysúlyban. Az amerikai Berger kétszer nyert világbajnokságot, Melbourneben olimpiai győztes volt. A könnyűsúlyú lengyel Zilinski kétszer nyert aranyérmet, jelenleg súlycsoportjában világcsúcstartó. A Hawaii származású amerikai versenyző Tommy Kono a súlyemelés történetének nagy tudású mestere. Hatszor nyert világbajnokságot és kétszer olimpiai aranyérmet. 10 éven át legyőzhetetlen volt súlycsoportjában. A magyar veres győző 10 évig készült, hogy egyszer majd ő lesz a világbajnok. És 1962-ben Budapesten, 1963-ban Stockholmban már ő nyert aranyérmet a középsúlyban. Veres győző, a többszörös világcsúcstartó az 1963-as év legjobb magyar sportolója lett. 5 esztendeje szinte berobbant a világ élvonalába az angol Martin. Szinte már legendás, hogyan koncentrál egy-egy versenygyakorlata előtt. A néger versenyző a félnehéz súlyban háromszor nyert világbajnokságot, az összetettben is ő súlycsoportjának legjobbja. A szovjet Vlasov versenyről versenyre, világ és olimpiai bajnokságokon bizonyította be, hogy ő a világ legerősebb embere. Lökésben ő emelt először 200 kg fölött. Ezt a súlyt még 4 ember is alig tudta a dobogóról elvinni. De nincs megállás. Vlasov honfitársa, a 150 kg testsúlyú csupa izom Zsabotinszki 1964-ben új világcsúcsokat állított el. Rekordsúly következik, 213 kg. Ezzel a súllyal még sohasem birkózott meg versenyző. Zsabotinszki ezzel a teljesítményével lökésben világcsúcsot, az összetettben pedig 560 kg-os új, nagyszerű világrekordot ért el, és ezzel ő lett a világ legerősebb embere. A mexikói olimpia atlétikai vetélkedése úgy kerül be a sportág történetébe, mint a kimagasló eredmények a világcsúcsok versenye. A 400 méteres női síkfutás másodszor szerepel az olimpia műsorán. A döntő 8 résztvevője között az angol atlétanők az esélyesek. A célegyenesben mégis az amerikai Scott vezet, amikor a 6. helyről hirtelen előretör a francia Besson, és szinte ott hagyja a többieket. 52 másodperces olimpiai csúccsal nyer aranyérmet. Ritka sportbravúr. Az amerikai Örter negyedszer nyeri a férfi diszkoszvetés olimpiai bajnokságát. Hatan ugrottak 17 méter fölött. Győztes a szovjet Szanyajev 17 méter 39 centiméteres szenzációs világcsúccsal. A 200 méteres férfi síkfutásban a döntő résztvevői között 3 amerikai néger. A célegyenesben Carlos vezet, majd előretör Tommy Smith, és 19,8 másodperces világcsúccsal nyer aranyérmet az Egyesült Államoknak. Smith és Carlos a győzelmi emelvényen fekete kesztyűben lehajtott fejjel tüntet az amerikai faji elnyomás ellen. Az Alberca Olimpika medencéjében az első döntő a 4x100 méteres férfi gyorsúszóváltó. A négyes pályán az Egyesült Államok csapata, a hatoson a Szovjetunió váltója úszik. Az
az első hosszon az amerikai váltó vezetést szerez. Az előnyt a váltó harmadik tagja tovább növeli. Az utolsó hosszon felnyomul a Szovjetunió csapata is. A győztes amerikai váltó ideje 3 perc 31 másodperc, új világcsúcs. A súlyemelő küzdelmek során a váltósúlyban a szovjet Kurencov 475 kg-os összetett olimpiai csúccsal nyert aranyérmet. Ebben a súlycsoportban meglepetésre a magyar Bakos Károly nyert bronzérmet 440 kg-os országos csúccsal. Az atlétikai pályán elindul az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye. A stadionban megtett táv után az országúton folytatódik majd a verseny.